és így áld meg ezt a tavat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Idén is a Tisza megáldásával kezdődött a Tiszaföldi strand első rendezvénye. A jeges csobbanás évről évre népszerűbb. Most sem maradt sok szabad hely a strandon. Nem tudom, hogy az előbb elkaptad el a kis lóállást. A nagy lábizmokkal fölmelegítjük a testet, illetve a mentális fókusztal érzéssel tartjuk. A tiszaföldi csobbanás hagyományainak megfelelően a résztvevők háromszor merülnek nyakig a vízben. Majd a parton gyorsan megtörölköznek és meleg ruhába bújnak. Úgy érdemes, hogy zuhanyzáskor hidegvizes zuhannyal érdemes kezdeni, lábtól fölfelé a mellkasig, szépen fokozatosan, és aztán utána langyos vagy meleg vízzel leöblíteni. Hogyha ezt az ember minden nap megteszi, akkor egész jól hozzá tud szokni a hidegvízhez. Az fontos, hogy itt egyáltalán nem kötelező nyakig belemenni, és nem úszunk. Ez egy csobbanás. Mindenki addig megy be, ameddig komfortos számára, és ameddig jól érzi magát. Úgyhogy egyébként búvárok és vízimentők vigyáznak ránk, azért egy nagy tömeg van most már, fontos a biztonságunk. A közösségi csobbanás után van egy profi csobbanás. Azok a vizesmerülők, például a hidegvizes törzs, ők képesek 20 percig is ebbe a hideg vízbe lenni, és úgyhogy élvezik, és utána szaunáznak, de ők már ehhez hozzá vannak szokva, az egyáltalán nem ajánlott normál hétköznapi embereknek. A gyakorlott rozmárok pedig percekig élvezik a jeges mártózást. Ugyanolyan hangulat van, mint nyáron. Tiszafüredi Szabadstrandon hatalmas tömeg van, ugyanolyan a hangulat, csak nincs az a rekkenő hőség. Én azt gondolom, hogy aki itt van, mindenki jól érzi magát. Nem lehet tudni, hogy most a merülők vannak többen, vagy az érdeklődők, de tavaly 200-an voltunk, én szerintem idén bőven meg fogjuk ezt a számot haladni. Idén égtáblákat sem kellett törni a csobbanáshoz. Nagyon sokat dolgozunk azon évközben is, hogy a szezonalitást csökkentsük a Tiszatónál is Tiszafüreden, és nagyon sokan még nem tudják, hogy a Tiszató télen is gyönyörű, érdemes hozzánk ellátogatni, és ugyan itt a Szabadstrandon nyáron van leginkább forgalom, meg nagy tömeg, de ezt most is elmondhatjuk. Hát ez a rendezvény már évről évre nagyon sokakat vonz az ország minden részéből, ez is segít megismertetni Tiszafüredet és a Tiszatavat. A csobbanók szerint a hideg vízbe mártózni nagyon jó, ennél már csak abból kijönni jobb érzés.